Most következzenek sporthíreink. Folytatja menetelését az MB2 keleti csoportjában a Vecsés Egyesülete. A múlt vasárnapi idegenbeli győzelmével 3 mérkőzés után a 3. helyen áll a csapat. A mérkőzés előtt döntetlennel is kiegyezett volna Pisont István vezetőedző, de a 2. félidőben elszántan rohamozó vecsési gárda jogosan fordított. Utolsó szituáció lehetett ebből a mérkőzésből, és vége a játéknak, és vége a mérkőzésnek! Vecsési bravúr! Készülhetünk a Ferencváros ellen, ott is egy trónfosztással, hiszen megvan az, amire vártunk, és Pisont István csapata azért akart itt győzni, hogy méltóképpen készüljünk fel a ferencvárosi rangadóra, amely szeptember 3-án fog készülni, kedves nézőink, 16 óra 30-kor a Népstadionban méltó rangadóvá fog avanzsálni ez a mérkőzés. Nagyon szépen köszönjük a csapatnak, és természetesen rövidesen folytatjuk a riportokkal. Hát én úgy jöttem ezt meg belülről, hogy én eleve az egész játék alapján jobbnak éreztem a csapatunkat végig, hiába vezette a Békés Csaba. A villanyfény teljes mértékben feldobta a csapatot, én azt mondom, jó pálya, közönség, ez mindenhol csak jól lehet így játszani, én azt mondom, már a Csabának ez nem sikerült. Szerintem megérdemelten nyertünk egyértelműen. Másik félben csak mi uraltuk a játékot. Belülről óriási élmény volt végre villanyfényben egy olyan pályán játszani, hogy az ellenfél is mindent meg akart tenni a győzelemért. Rosszul kezdtek, mindenféleképpen nyerniük kellett. Az elején kaptunk egy, hát nem mondom szerencsés gólnak, mert ügyesen eltalálta a srác. Utána szerintem végig irányítottuk a mérkőzést, megérdemelten nyertünk meg. És nagyon... Megmondom őszintén, belülről azért mindenki tudja, hogy Békés Csaba megjárt az NB1-et, egy nagyon jó csapathoz jöttünk. Egy nagyon gyermetek gólból tudtak 1-0-ra vezetni, úgy érzem momentumuk nem volt, ha nem vagyok nagyképű. És aztán a második fél a Búzás Józsi és a Pisont István átszervezte a csapatot, egy picit mondták, hogy próbáljunk odafigyelni a védekezés és onnan egy kontrát elindítani, és úgy érzem, hogy bevált a taktikájuk, és a végén bejött a Faragó Pisti, és így el tudtuk dönteni a mérkőzést. Gratulálni szeretnék a csapatnak, minden egyes tagjának. Komolyan mondom, hogy nagyszerű meccs volt, szóval lehetett azt kívülről érezni, hogy nagyon jó játszik a csapat, nagyon jó erőben voltunk, amikor kellett, járattuk a labdát, amikor kellett, letámadtunk. Szóval tényleg minden megvalósult abból, ami szinte 70-80 percig mi birtokoltuk a labdát igazából, és ebből hála jó Istennek úgy sikeredett, ahogy szerettük volna. A kezdeti dolgok azok nehezek voltak, talán az utazásnak is köszönhető, ez 3 órát utaztunk ide, kicsit késve érkezve, szerintem egy kicsit talán ennek tudható be az első negyedórás ilyen kihagyás, abból született a Békés Csaba gólja, és direkt ez végül is az öltözőben elhangzott, hogy az első negyedóra 20 percet, hogyha úgy tudjuk ezt a hosszú utazás után átviselni, hogy ugye helyreállnak a rendek, meg tudjuk, hogy mi a játékuk, akkor ebből lehet valami. Maximálisan bíztam egész héten a csapatban, nagyon frissek, jól mozogtak, motiváltak, hála jó Istennek sikeredet. Hát megmondom őszintén, nagyon nehéz egy ilyen meccs után megszólalni, de úgy érzem, hogy a heti munka és az elmúlt 1-2 hónap, amit ez a csapat leedzettünk és leedzettek és mindent beladtak, és úgy mentek fel a pályára, hogy a Fradi ellen rangadót fogunk játszani, és ahhoz tudtuk, hogy ezt a meccset hozni kell, megmondom őszintén, hogy le a kalapra az összes játékos előtt.